Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Felhatalmazás. Megkapták megbízó leveleiket a dombóvári képviselők. Élő örökségeink alkotói pályázat. 71 gyermekrajz érkezett Tolna vármegyéből. A Néprajzi Múzeum vándorkiállítása. Cigány történetek a művelődési házban. Múzeumok éjszakája. 13 helyszínen várta látogatóit a Dombóvári Művelődési Ház. Labdarúgó EB. A szurkolói sátorban kicsik és nagyok együtt izgultak. Dombóváron a Művelődési Házban adták át a polgármesteri és képviselői megbízó leveleket. Az önkormányzati választáson összesen 8 választókerület és 3 nemzetiségi önkormányzat képviselői kaptak szavazatot. Pintér Szilárd polgármester beszédében kiemelte, reméli, hogy a jövőben egy szoros együttműködéssel kifejleszthetik a várost. Azt gondolom, hogy ez a szerencsés helyzet állt elő Dombóváron, hogy tovább tudjuk folytatni a munkát, így nem lesz benne törés. Nyilván most jön a nyár, tervezett szabadságokat kivesszük. Nagyon fontos, hogy mai nap ezeket a megbízó leveleket át tudtuk venni, hiszen ez Dombóvár szempontjából egy lényeges nap volt, amit azért is szeretnék kiemelni, mert nem csak a helyi önkormányzati képviselők kapták meg, hanem nemzetiségi önkormányzat képviselői. Német nemzetiségi önkormányzat tekintetében a partnerség meg volt eddig, továbbra is meg fog maradni, és náluk Isten igazából személyi változás sem történt. Ami változást fog hozni az életünkben, hogy a horvát nemzetiségi önkormányzatnál 3 új képviselővel tudnak majd megalakulni, remélem, hogy újra tudják önmagukat éleszteni, és tartalmas programokat hoznak el a dombóváriak számára. Sajnos félúton menet közben a roma nemzetiségi önkormányzat elfogyott. Azok a személyek, akik most megválasztásra kerültek, megítélésem szerint biztosan garanciák arra, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő, hogy az előttünk álló ciklus 2024-29-ig sikeresen végig tudják vinni. Nyilván nem októbertű tervezünk, ezek a tervek 19 óta folyamatosan készülnek, elkészültek. Abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a szó szerint a tervek megvannak, pályázatokat kezdjük beadogatni, és reményem szerint a források is végre elindulnak az Unióból, és Dombóváron sikeres fejlesztéseket tudunk végrehajtani az előttünk álló időszakban. Alapvetően az úthálózatot szeretnénk első körben teljes mértékben felújítani, erre 1,5 milliárd forintot lesz szerencsénk megítélésem szerint elkölteni. Szállásrejtító felújításának a tervei elkészültek, pályázatot a napokban be tudjuk adni. Szigeterdőnek a tervezése elkészül, szintén már csak nagyon-nagyon rövid idő kérdése, hogy a pályázatot be tudjuk adni. Intézményrendszerünket szeretnénk felújítani, iskolákat, óvodákat, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy érezzék az emberek, hogy a gyerekeik biztonságban vannak, megfelelő infrastruktúrális körülmények közé tudnak menni. Természetesen továbbra sem mondtunk le a sportcentrum megépítéséről, hiszen ott már a kiviteli tervek ott vannak a minisztériumban, gyakorlatilag arra várnak ott is, hogy a kormány döntése alapján a forrás rendelkezésre álljon, és a beszerzési eljárást elősegíteni a kivitelező tekintetében. Azt gondolom, csomó feladat áll előttünk, készen állunk rá, és nagyon remélem, hogy ezzel a csapattal sikeresen ezt végre is tudjuk hajtani. Horváth Józsefné kifejtette, azon fognak dolgozni, hogy a pályázatok megvalósuljanak. Először is nagyon örülök, hogy mind a 8 körzetben nyertünk, és Pintér Szilárd maradt a polgármesterünk. Köszönjük a dombóvári szavazóinknak, támogatóinknak, és üzenem innen a többieknek, akik nem ránk szavaztak, hogy értük is fogunk dolgozni az elkövetkezendő 5 évben. Viszont a hátralévő időszak az még ugye nekünk feladat, még vannak dolgaink, testületülések lesznek, és akkor októbertől újult elővel fogunk dolgozni Dombóvárért. A saját körzetemből beszélve Szuhaj és Szuhajdom, ez nagyon-nagyon problémás, mert a sok eső miatt komoly feladataink vannak, tehát én azt üzenem minden fent a választóinknak, hogy Szuhaj következik. Viszont vannak olyan terveink, olyan előkészített projektjeink, amelyek ugye most a jelenlegi gazdasági helyzet miatt abba maradtak, bízunk benne, hogy ebben változás lesz, a nagy terveinket meg tudjuk valósítani. Újabb tervek, van egy 7 éves terve Dombóvárnak, amelyben egy nagyon komoly fejlesztés minden szinten, akár most egy szóval sportcentrumtól kezdve, amelynek ugye felújítása nagyon-nagyon aktuális, az én körzetemről beszélve, de azon kívül itt a városban nagyon sok helyen a járdákat, akár most Kertvárosról, vagy Báró Dombóvár, bármely területéről beszélhetünk, a járdák, az utak állapota az nagyon rossz. Ez az egyik legfontosabb, hogy olyan város legyen, ahol a dombóváriak szeretnék élni és boldogulni.
Majláth László, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselője elmondta, az oktatás színvonalát szeretnék növelni, segítve ezzel a hátrányosabb helyzetű gyerekeket. Most állítjuk össze a tervet, hogy őszinte legyek, még ugye mostan van az, hogy tényleg hát bekerültünk és megnyertük a választást. Ugye ehhez kell az önkormányzat segítsége is, programot, éves programot felállítjuk, igen, meg fogjuk csinálni, de ez még odébb van. Régen is, amíg én 16 évig voltam itt a kisebbség önkormányzat vezetője, illetve egy alapítványnak az elnöke, ami most is létezik és oktatással foglalkozik, ezen továbbra is az elnöke vagyok, de ugyanazt szeretnénk folytatni, amit abban az időben, 2012-ben abba hagytunk, lényegében gyerekekre van a hangsúly, inkább az oktatásra. Szeretnénk egy önálló iskolát, ami nem olyan oktatást, hogy reggeltől estig, hanem mikor végeztek az általános iskolába, elgebédeltek, akkor átjönnek, ugyanígy volt régen is, és felzárkóztatás. 5 gyermeknél van 1 tanár. Tehát így hatékonyabb a felzárkózás. Abban az időben, amikor ezt csináltuk, akkor a cigány gyermekeknek az átlag jegyei 4,2 volt. Most 2,4, miután abba hagytuk. Tehát ezt szeretnénk visszaállítani, és abban az időben nagyon sok egyetemistánk volt, főiskolánk, nagyon sok szakmát tanultak. Természetesen segítettünk nekünk, úgy az alapítvány, mint a kisebbség önkormányzat, a nagy önkormányzat is segített, és ezt szeretnénk visszaállítani most is. Távollétüket 4-en jelezték, így ők majd egy későbbi időpontban vehetik át a megbízó leveleiket. Tolna vármegyéből 71 gyermekrajz érkezett, ebből 15 lett kiállítva. Az általános iskolásoknak meghirdetett Élő örökségeink alkotói pályázat díjazott képei a Művelődési Ház Majoros galériájában láthatóak. Én nagyon sok kiállítást nyitottam már meg. Ádám, a Művelődési Ház igazgatója felkért, hogy lesz egy ilyen gyerekrajz pályázatok révén. Ildomosnak tartotta, hogy én is valami szakmai véleményt mondjak a kiállított anyagokról. Én a tehetem mindig elvállalom ezeket a kiállításokat, pláne ilyen, hogyha gyerekmunkáról van szó, de én is gyerekekkel foglalkozom, és hát egyik szemem sír a másik nevet, mint ahogy mondani szokták, mert örülök, hogy látok ilyen csodálatos munkákat, a másik pedig, amit az előbbi megnyitón elmondtam, hogy sajnos nagyon behatároltak a lehetőségeink, tehát a tantervünk, az országos tanterv az nem ad lehetőséget arra, hogy ezt valóban úgy kezeljük, ahogy kellene a jövő nemzedék számára. Tehát elsorvadnak ezek a dolgok, a manuális tevékenységek teljesen háttérbe vannak szorítva, és bármennyire a gépi világban élünk és az informatikában, a gyerekeink ebben nőnek fel, és ezt ugye mi látjuk a különbséget, hogy mi volt. Nyilván a fejlődés az van, meg kell, de hogy ne gépiesedjünk el teljesen, ezért nagyon szükség van az ilyen kis plusz háttér munkákra, hogy gyerekeket próbáljuk gyerekként kezelni, és a sajátos kis világokat engedjük kibontakozni. Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet Petőfi Kulturális Programja írták ki közösen ezt a pályázatot. Erre 800 pályamű érkezett 18 megyénkből, és Erdélyből, valamint Szlovákiából. Ami érdekessége ennek a 800 pályaműnek, hogy 71 Tolna vármegyéből érkezett, aminek én nagyon-nagyon örülök, és örülök annak, hogy fogadásra talált ez a pályázati kiírás itt a mi vármegyénkben. Azért is jó ez, mert én úgy gondolom, hogy ha a gyerekek leülnek és a fiatalok leülnek egy kicsit, és elmélyednek a mi kulturális örökségünkben, és ezt próbálják rajzban is átörökíteni az utókor számára, vagy akár maguknak, akkor megőriztük azt, amit az őseink ránk hagytak. Nagyon sajnálom, hogy csak 15 rajzot tudtunk kiállítani. Ezt a 71-ből a 15-öt emelte ki a zsűri, és nagyon szerettem volna, hogyha mind a 71
rajzot meg tudjuk tekinteni, de örüljünk annak, hogy itt bemutatásra került ez a 15 rajz is, és a gyerekek is részt vettek ezen a megnyitón, ami külön öröm, hogy értékelték is egy pedagógus művésznő értékelte a gyerekek alkotásait, egy kicsit betekintést kaptunk a rajzoknak a mondani valójába, világába is, és nagyon jó visszajelzés és csatolás volt ez a gyerekeknek. A Néprajzi Múzeum vándor kiállítása érkezett 10. helyszínére. Cigány történetek címmel Erdős Kamil egyedülálló hagyatékát dolgozza fel, és mutatja be sajátos módon a művelődési ház aulájában. Egy vándorkiállítást hoztunk a Néprajzi Múzeumból, immár a 10. helyszínünk Dombovár a Petőfi Kulturális Program keretében vándoroltatjuk ezt a kiállítást. A kiállítás Cigány történetek alcímet viseli, és Erdős Kamil hagyatékát dolgozza föl. Ez a név gondolom sokaknak nem mond semmit. Erdős Kamil az 1950-es évek második felében végzett, hát tulajdonképpen néprajzkutatói munkát magyarországi, főleg alföldi és észak-magyarországi cigány közösségek körében, de nem volt diplomás néprajzkutató, hanem őt egy nagyon sajátos egyéni érdeklődés és szenvedély vezette, megtanulta a romani nyelvnek több dialektusát is, és így teremtett egészen sajátos, mondhatjuk, hogy párja nélküli bizalmi kapcsolatot az akkor még nagyon-nagyon zárkózott, sokak esetében éppen a letelepedés, a vándorló életmód feladását követő letelepedési időszakát élő cigány közösségek körében, és az ő hagyatéka a Gyulai Erkel Ferenc Múzeumba került. Nagyon sokáig csak egy kis része volt ismert, illetve azok a nagyon rövid, nagyon kevés tanulmány, amit Erdős Kamil az ő rövid élete során írt, és úgy gondoltuk, hogy az a munka, amit a Néprajzi Múzeumban a gyulai kollégákkal együtt elvégeztünk, hogy ezeket az elsősorban fotókat digitalizáltuk, megpróbáltuk értelmezni, történeteket kerestünk hozzá, friss kutatást szerveztünk rá, hogy a közösségekbe, ahol ezek egykor készültek, visszavigyük őket, és így gazdagítsuk a róluk való tudást. Szóval úgy gondoltuk, hogy ez nem csak egy Néprajzi Múzeumban épített kiállítást érdemel, hanem ennek a vándor változatára talán kíváncsiak lesznek vidéki nagyobb és kisebb településeken is. A kutatás része ez nagyon izgalmas volt, és több szinten is zajlott. Erdős Kamilról azt kell tudni, hogy tüdőbetegként nagyon fiatalon halt meg, és a hagyatékában nagyon sok olyan, több száz olyan fénykép maradt, amihez csak minimális és éppen személyesnek szánt, emlékeztető szánt információk maradtak fönn. Tehát vagy tudtuk, hogy kik vannak a képeken, és hol készült név szerint, de leginkább nem tudtuk, és legfőképpen nem lehetett tudni azt, hogy ezek milyen körülmények között készültek ezek a fényképek, kik voltak ezek az emberek. Mert hiszen talán pont a látogatók is egyet fognak érteni velünk abban, hogy nem az a legizgalmasabb benne, hogy itt akciókat látunk, nincsenek látványos, néprajzilag értelmezhető jelenetek, viseletek, hanem nagyon hétköznapi szituációban látunk az 50-es évek második felének hétköznapi életét élő cigány embereket. Tehát a kutatást, hogy többet és összefüggésében tudjunk meg erről az anyagról. Először magában a hagyatékban kezdtük, tehát összeolvastuk a tanulmányokkal, a kéziratokkal, a terepnaplókkal, hanganyagokkal, amiket Erdős Kamil gyűjtött, és egyre inkább tárultak föl az összefüggések, hogy miben is voltak partnerei a terepen, a képen látható személyek Erdős Kamilnak, és utána következett az a munka, hogy a 32 település közül, amelyen a képek készültek, kiválasztottunk 10-et, ami úgy tűnt, hogy sűrűbb, izgalmasabb anyagot ad, visszatérő helyszíne volt az Erdős Kamil kutatásoknak, és ezeket a településeket kerestük föl, ott kerestünk és találtunk hozzátartozókat,
egy esetben még élő személyt, akit a képen láthatunk, és velük együtt is értelmeztük ezeket a képeket, nevet adtunk a képeken szereplő személyeknek is, és talán a kiállításnak, a Néprajzi Múzeumi változatának tapasztalható sikere ennek is köszönhető, hogy nagyon sok olyan ember értette meg, hogy az ő családjának a története, az cigányság 50-es évekbeli története része tulajdonképpen a magyarság történetének, és hogy igenis múzeumban való anyag, és annak az örökségnek a része, amelyekkel a múzeumoknak és a családoknak egyaránt dolga van. 22 őszén készültek el a felvételeknek a digitális változatai, ami igazán lehetőséget adott arra, hogy elkezdjük az intenzív kutatómunkát, egy hétfős kurátori csapattal dolgoztunk ezen, köztük két roma identitású szakértővel is. Egyszerre zajlott a terepmunka, egyszerre zajlott a kiállítás tervezése. A kiállítás tervezése újabb kérdéseket vetett föl, és újabb terepmunkákat hívott életre, és így végül is egy 7-8 hónap intenzív munka után, 23 májusában nyílt meg a Néprajzi Múzeumban a kiállítás. A Dombovári Művelődési Ház aulájában a vándorkiállítás június 28-áig tekinthető meg. Országszerte közel 450 helyszínen mintegy 2500 kulturális eseménnyel várta látogatókat hazánk legnépszerűbb kulturális rendezvénysorozata, a Múzeumok Éjszakája. Dombóvár 13 helyszínnel és színes programokkal csatlakozott. A Művelődési Ház előtt a Lipcséből érkezett közel 50 tagú tangó harmonikás adta meg a kezdő hangulatot a leghosszabb éjszakának, azzal a mottóval, hogy a zene vidámmá tesz. Te pedig itt a Múzeumok Éjszakáján a Dél-Dunántúli régió magyar fotóművészeinek természet és állatfotóiból nyílt kiállítás. Ezzel is csatlakoztunk az Állatbarát Könyvtár országos programsorozathoz. Mivel hogy természetfotókról van szó, mindegyiknek sajátos hangulata van, nincs kedvencem. Fekete Tamás, aki ezt a szervezetet közrefogja, ő ugyan nem Dombováron él, tehát Körmendről érkeztek a fotók, de most már második alkalommal, mert tavaly az őszi könyvtári hét kapcsán is volt egy fotókiállítás itt nálunk. Ez az az éjszaka, amikor minden életre kell, még a nyomda is, ahol az érdeklődők frissen nyomva kapták meg a nemzeti dalt. Dombóváron 13 helyszínen várta látogatóit a Múzeumok Éjszakája. Felkéréseknek eleget téve már több alkalommal tartok itt tárlatvezetést most az idei Múzeumok Éjszakáján. Igaziból a Zsuzsa kért föl, Balipap Zsuzsa, a Művelődési Ház közművelődési szakemberekért fel engem, hogy tartsak tárlatvezetést, mert tudta, hogy érdekel a történelem, és emellett szülőfalum Nagyberkihely történetét is kutatom, úgyhogy a felkéréseknek elegettéve jövök ilyenkor a múzeumban, amit nagyon szívesen teszek, és nagyon szívesen tartok tárlatvezetéseket, mert én egy nagyon fontos missziómnak tartom ezt, hogy ha lehet így fogalmazni, hogy a múltat feltárjam, és közzé tegyem az emberek számára. Igaziból én úgy tartom, hogy akinek nincs múltja, annak jövője sincs, tehát én ezt egyszer olvastam, de már nem tudom megmondani, hogy hol, de én ezt nagyon egyetértek ezzel a mondással. Az utolsó terem, ami az 1700-as évektől egészen a várossá válásig foglalkozik Dombóvár történetével, az egy nagyon kis kedvenc termem, de hát természetesen az összes teremben akad érdekesség, ami aztán a vendégeket is érdekelhet. Most jelen pillanatban Nagyberkiben nagyon foglalkozom a köztéri alkotások, tehát a keresztek, szobrok, emlékművek történeteivel, és ez is annak köszönhető, hogy mondhatni engem ez az épület fertőzött meg, mert amikor először pár év ide beléptem, akkor itt valami megfertőzött és elvarázsolt ebben a kis csodavilágban, és ekkor hát több irányúba is terjed a kutatásom, de most kiemelten ezek a szobrok történetei. Hát internetes forrásokból, illetve hát levéltári anyagokból is dolgozom. Ez külön
külön öröm számomra, mert az osztályfőnököm is egyben történelem szakos tanár is, úgyhogy támogat ebben, illetve nagyon szívesen elenged akár tanítási időben, hogyha több csoportnak kell tárlatvezet is tartanom. Mai nap egy olyan információt is közre fogok adni, ameddig még eddig nem hangzott föl, de ez pont ehhez az anyaghoz kapcsolódik, ugyanis nemrégiben tudtam meg én is, hogy miután a Dombói családnak a férfiága kihalt, utána Verbőc István kezére került a Dombói vár, és Verbőc Istvánról tudtam meg mostanában, hogy 70 éves volt, amikor másodjára megnősült, úgyhogy ez egy kis érdekesség lesz a mai nap folyamán. A nem mindennapi tárlatvezetéseken kívül az érdeklődők akár íjat és nyílveszőt is ragadhattak, és elkalandozhattak az ősök világában a Sásdi Klub tagjai segítségével. És a desszert sem maradhatott el, a mézes kalács díszítő szakkör alkotásait már messziről kiszagolhatta az arra járó. A dombováriakon nem múlhatott a válogatott eredménye. Népszerű a szurkolói sátor, sokan drukkoltak közösen a Nemzeti 11-ünknek. Mint sok más helyszínen, Dombováron is reménytelen ültek le az óriás kivetítő elé. Hajrá, magyarok! Ma megverjük a németeket 2-1-re, így meccs előtt ezt kimerem jelenteni, úgyhogy biztos vagyok a sikerbe. Kell nekünk ez a győzelem, mert jók vagyunk, úgy gondolom. A házigazda ellen játszott válogatottunk a csoportmérkőzés további alakulása szempontjából fontos meccset a labdarúgó EB-n. Köszönöm szépen a polgármester úrnak, a Szilárdnak, meg az egész városnak. Ez nagyon úgy, én azt mondom, hogy itt még jobban összehoz bennünket, és hát ugye mivel mi Horvátországból származunk, 91-ben menekültünk át, az egy kicsit úgy oda is húz a szívem, és előtte megnéztük a horvát meccset, ők az albánokkal játszottak, és most jöttünk ide, és akkor itten szurkolunk a magyaroknak, vagyis magunknak, mieinknek. Önfeledten szurkolhattak a foci rajongók a Szabadság utca 18-ban kialakított bázison. Böcsök Zétén vagyok, nagyon keveset szeretnénk mondani, semmi többet, csak azt, hajrá magyarok! Mai apropó az, hogy közösségben jobb ünnepelni, reméljük, hogy lesz mit ünnepelni. Igazából én a kisfiam miatt vagyok itt, mert ő a nagy foci rajongó a családban. Közösségben egyszerűen jobb. Nagyon jó a hangulat, örülünk ennek a sátornak és a lehetőségnek itt, meg hát azért a tévé is, illetve a kijelző is nagyobb, mint otthon a tévé. A kontinens viadal június 14-én kezdődött, és július 14-én zárul majd, és egy ország reméli, hogy az eddigi eredmény ellenére a továbbiakban úgy alakul a válogatottunk sorsa, hogy tovább folytathatja a versenyzést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tónatáj Televízió Dombovári magazinját látták. Viszontlátásra!